Hare Krishna, folytatjuk a Srimad Bhagavatam 8. énekének felolvasását, és a 3. fejezetnél járunk, melynek címe Gajendra meghódoló imái. Omagyanati mirandasya gyananjana shalakaya chakshuru militam yena tasmai shri gurave namaha nama om vishnu padaya krishna prishtaya bhutale srimate bhakti vedanta swaminiti namine Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshattarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adeta Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya 3. fejezet, Gajendra meghódoló imái. Elég hosszú fejezet, úgyhogy először az előszót, utána a verseket fogom végigolvasni, és majd amennyi időnk lesz, a verseket magyarázatokkal. Ebben a fejezetben Gajendra, az elefántok királya imáit olvashatjuk. Megtudhatjuk róla, hogy egyszer emberi lény volt, Indra Yumna, aki megtanult egy imát, amely a legfelsőbb úrhoz szólt. Most olyan szerencsés volt, hogy visszaemlékezett erre az imára, és énekelni kezdte magában. Először tiszteletteljes hódolatát ajánlotta az Istenség legfelsőbb személyiségének, aztán pedig elmondta neki, hogy mivel veszélyben van, mert megtámadta a krokodil, nem tud szép imákat zengeni hozzá. Ennek ellenére megpróbálta elénekelni a mantrát, és illendő szavakkal a következőképpen fejezte ki gondolatait. Az Istenség legfelsőbb személyisége minden oka, az eredeti személy, akiből minden kiárad. Ő a kozmikus megnyilvánulás gyökere, és az egész világ mindenség benne nyugszik, mégis transzcendentális, mert az anyagi világgal kapcsolatban mindent külső energiáján keresztül hajt végre. Örökké a lelki világ Vaikunta vagy Goloka Vrindában lakója ő, ahol örök kedvteléseinek hódol. Az anyagi világ külső energiájának, az anyagi természetnek a terméke, amely az ő irányítása alatt működik. Így megy végbe a teremtés, a fenntartás és a megsemmisülés. Az Úr mindig létezik. Ezt egy abaktának rendkívül nehéz megértenie. Noha a transzcendentális istenség legfelsőbb személyiségét mindenki érzékelheti, egyedül a tiszta bakták fogják fel jelenlétét és cselekedeteit. Az Istenség legfelsőbb személyisége teljesen mentes az anyagi születéstől, haláltól, öregkortól és betegségtől, és az, aki az anyagi világban menedéket keres nála, az szintén ilyen transzcendentális helyzetbe kerül. Az Úr megjelenik és végrehajtja cselekedeteit, hogy elégedetté tegye baktáját, paritránaya sadunam. Megjelenése, eltávozása és többi kedvtelése egyáltalán nem anyagi. Aki ismeri ezt a titkot, az beléphet Isten birodalmába. Az Úrban minden ellentétes elem harmóniában van egymással. Ő jelen van mindenki szívében, ő mindennek az irányítója, minden cselekedet szemtanúja, valamint minden élőlény eredeti forrása. Valójában minden élőlény az ő része, mert ő az eredete Mahávisnunak, az anyagi világban élő élőlények forrásának. Az Úr szemmel tartja, hogyan cselekszünk az érzékeinkkel, amelyek egyedül az ő kegyéből képesek működni és anyagi eredményeket elérni. Noha ő mindennek az eredeti forrása, semmilyen általa létrehozott melléktermék nincs rá hatással. Olyan tehát, mint az aranybánya, amely az ékszerekhez használt arany forrása, mégis különbözik maguktól az ékszerektől. Az Urat a páncsarátrákban előírt folyamattal imádják. Ő a tudásunk forrása, és ő az, aki képes felszabadítani bennünket. Kötelességünk tehát megérteni őt, a bakták, nevezetesen a lelki tanítómester útmutatásainak megfelelően. Noha a mi esetünkben a jóság kötőereje be van fedve, a szentek és a lelki tanítómester utasításait követve megszabadulhatunk az anyagi kötelékektől. Az Istenség legfelsőbb személyisége önmagában ragyogó anyagi formáját az abakták csodálják, személytelen formáját azok is imádják, akik fejlett lelki tudással rendelkeznek, helyhez kötött felső lélek arculatát pedig a jógik becsülik nagyra. Eredeti személyes formáját azonban kizárólag a bakták értik meg.
Ez az Istenség legfelsőbb személyisége képes arra, hogy a Bhagavad Gita-ban elmondott utasításaival eloszlassa a sötétséget a feltételekhez kötött lelkekben. Transzcendentális tulajdonságok óceánja ő, és csak is olyan felszabadult lelkek érthetik meg, akik mentesek a testi lét felfogástól. Indokolatlan kegyéből kimentheti a feltételekhez kötött lelket az anyag bilincsei közül, és képessé teheti őt arra, hogy hazatérjen vissza hozzá Istenhez, hogy ott személyes társa legyen. Egy tiszta bakta ennek ellenére nem vágyik arra, hogy visszatérjen Istenhez, megelégszik azzal, hogy végzi a szolgálatát az anyagi világban. Semmit sem kér az Istenség legfelsőbb személyiségétől, és csak azért imádkozik, hogy megszabaduljon az anyagi életfelfogástól, valamint hogy az Úr transzcendentális szerető szolgálatát végezhesse. Így imádkozott az elefántok királya, Gajendra. Imáival közvetlenül az Istenség legfelsőbb személyiségéhez fordult, és nem tekintette őt a félistenek egyikének. Egyetlen félisten sem jött el hozzá, még Brahmá vagy Shiva sem. Az Istenség legfelsőbb személyisége Nárayán azonban Garuda hátán személyesen jelent meg előtte. Gajendra az ormányát felemelve hódolatát ajánlotta az Úrnak, az Úr pedig azonnal kihúzta őt a vízből a krokodillal együtt, aki Gajendrát a lábánál fogva elkapta. Az Úr aztán megölte a krokodilt, és így megmentette Gajendrát. Mostantól kezdődnek a versek. Sri Sukadev Goszvámi folytatta. Az elefántok királya, Gajendra ezután tökéletes értelmét elméjét a szívére összpontosította, és elmondott egy mantrát, melyet előző életében tanult, amikor Indra Yumna volt, és amelyre Krisna kegyéből még mindig emlékezett. Gajendra, az elefántok királya így szólt. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom a legfelsőbb személynek, Vasudevának, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ő miatta működik a lélek jelenlétének köszönhetően ez az anyagi test, és ezért ő mindenki gyökere. Olyan kiváló személyiségek imádják, mint Brahma és Shiva, és jelen van minden élőlény szívében. Hadd meditáljak ő rajta. A legfelsőbb istenség a legfelsőbb sík, amelyen minden nyugszik, az összetevő, amelyből minden létrejött, valamint az a személy, aki megteremtette a kozmikus megnyilvánulást, s aki annak egyetlen oka. Ennek ellenére azonban különbözik az októl és az okozattól. Meghódolok neki az Istenség legfelsőbb személyiségének, aki minden tekintetben önellátó. Az Istenség legfelsőbb személyisége saját energiájának kiterjesztésével láthatóvá, majd ismét láthatatlanná teszi ezt a kozmikus megnyilvánulást. Ő a legfelsőbb ok és a legfelsőbb eredmény is egyben, a megfigyelő és a szemtanú minden körülmények között, és így transzcendentálisan mindenek fölött áll. Bárcsak ez az Istenség legfelsőbb személyisége megvédelmezne. Az idő múlásával, amikor az univerzum minden oki és okozati megnyilvánulása megsemmisül, köztük a bolygók, valamint azok irányítói is, mindenre sűrű sötétség borul. A sötétségen túl azonban az Istenség legfelsőbb személyisége van. Az ő lótuszlábának oltalmába ajánlom magam. A vonzó jelmezbe bújt művészt, aki változatos mozdulatokkal táncol a színpadon, a közönség nem ismeri fel. Éppen így a legfelsőbb művész cselekedeteit és vonásait sem értik meg még a félistenek, vagy a nagy bölcsek sem. Azokról az emberekről nem is beszélve, akik éppen olyan ostobák, mint az állatok. Sem a félistenek és a bölcsek, sem az ostobák nem érthetik meg az Úr sajátságait, és nem képesek arra sem, hogy valódi helyzetét szavakkal kifejezzék. Bárcsak ez az Istenség legfelsőbb személyisége megvédelmezne. A lemondásban élők és a nagy bölcsek, akik minden élőlényt egyenlőnek tekintenek, akik mindenkivel barátságosan bánnak, és akik az erdőben álhatatosan követik a brahmacsárja, a vánaprasza és a szannyásza fogadalmát, az Istenség legfelsőbb személyisége legállásosabb lótuszlábát akarják látni. Bárcsak ugyanez az Istenség legfelsőbb személyisége állna utam végén. Az Istenség legfelsőbb személyisége nem anyagi úton született, tettei, neve, formája, tulajdonságai nem anyagiak,
és nincsenek anyagi hibái sem, hogy beteljesítse azt a célt, amiért ez az anyagi világ létrejön és elpusztul, eredeti energiáján keresztül alászáll emberi lény formájában, mint az Úr Ráma vagy az Úr Krisna. Mérhetetlen energiával rendelkezik és különféle formáiban, amelyek mind mentesek az anyagi szennyeződéstől, csodálatosan cselekszik. Ő ezért a legfelsőbb Brahman, és én tiszteletemet ajánlom neki. Tiszteletes hódolatomat ajánlom az Istenség legfelsőbb személyiségének, az önragyogó felső léleknek, aki szemtanúként van jelen mindenki szívében, aki világosságot gyújt az egyéni lélekben, és akit az elme, a szavak vagy a tudat gyakorlatai révén lehetetlen elérni. Az Istenség legfelsőbb személyiségét azok a tiszta bakták valósítják meg, akik a bhakti jóga transzcendentális létében cselekszenek. Ő az, aki a szennyezetlen boldogságot adja, s ő a transzcendentális világ ura. Tiszteletemet ajánlom hát neki. Tiszteletes hódolatomat ajánlom a mindent átható Úr Vasudevának, az Úr félelmetes formájának, az Úr Nisimha Devának, az Úr állatformájának, az Úr Varaha Devának, az Úr Dattatrejának, aki a személytelen filozófiát hirdette, az Úr Buddhának és az összes többi inkarnációnak. Tiszteleteljes hódolatomat ajánlom az Úrnak, akinek nincsenek anyagi tulajdonságai, de aki mégis elfogadja az anyagi világban a jóság, a szenvedély és a tudatlanság három tulajdonságát. Tiszteleteljes hódolatomat ajánlom a személytelen Brahman ragyogásnak is. Könyörgöm hát, hadd ajánljam tiszteleteljes hódolatomat neked, a felső léleknek, aki mindenre felügyelsz, s aki minden esemény szemtanúja vagy. Te vagy a legfelsőbb személy, az anyagi természet és az anyagi energia összességének eredete, valamint te vagy az anyagi test tulajdonosa is. Te vagy tehát a legteljesebb, és én a tiszteletteljes hódolatomat ajánlom neked. Uram, te az érzékek valamennyi tárgyát látod, és kegyed nélkül egyetlen kétségre sem találnánk megoldást. Az anyagi világ olyan, akár egy árnyék, amely hozzád hasonlatos. Valójában az ember azért tekinti valóságosnak az anyagi világot, mert a te létedet tükrözi halványan. Uram, te vagy minden ok oka, neked azonban nincsen okod. Te vagy hát minden dolog csodálatos oka. Tiszteletes hódolatomat ajánlom neked, aki meledéket nyújtasz annak a védikus tudásnak, melyet a sászrák, köztük a pancsarátrák és a védánta szutra a te képviselőit tartalmaznak, s aki a paramparán rendszer eredete vagy. Mivel te vagy az, aki felszabadulást adhatsz, te vagy minden transzcendentalista egyetlen menedéke. Hadd ajánljam tiszteletteljes hódolatomat neked. Uram, ahogy az arani fa rejti magában a tüzet, úgy fednek el téged a természet anyagi kötőerői határtalan tudásoddal együtt. Elméd azonban ügyet sem vet a természet kötőerőinek működésére. Azoknak, akik fejlett lelki tudással rendelkeznek, nem kell engedelmeskedniük a védikus írásokban lefektetett szabályozó elveknek. Amiatt, hogy ezek a nagy lelkek transzcendentálisak, személyesen megjelensz tiszta elméjükben. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom ezért neked. Egy olyan állat hódolt meg most neked, a legfelsőbb felszabadultnak, mint én, és ezért nem kétséges, hogy meg fogsz szabadítani a veszedelemtől. Te valóban olyan végtelenül kegyes vagy, hogy örökké azon igyekszel, hogy felszabadíts. Részleges arculatot, Paramatma révén jelen vagy minden megtestesült lény szívében. Közvetlen transzcendentális tudásként vagy híres és határtalan vagy. Tiszteleteljes hódolatomat ajánlom neked, az Istenség legfelsőbb személyiségének. Uram, akik teljesen megszabadultak az anyagi szennyeződéstől, mindig rajtad meditálnak szívük mélyén. Az olyan élőlényeknek, mint én, akik túlságosan ragaszkodnak az elme kitalációihoz, az otthonhoz, a rokonhoz, a barátokhoz, a pénzhez, a szolgákhoz és a segédekhez, rendkívül nehéz elérniük téged. Te vagy az Istenség legfelsőbb személyisége, akit nem szennyeznek be a természet kötőerői. Te vagy minden megvilágosodás kútfeje, a legfelsőbb irányító. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom ezért neked.
azok, akiket a vallás, az anyagi gyarapodás, az érzékkielégítés és a felszabadulás négy elve érdekel, megkapják az Istenség legfelsőbb személyiségétől azt, amire vágynak, miután imádták őt. Mit mondhatnánk akkor más áldásokról? Az Úr néha még lelki testet is ad imádóinak, akiknek ilyen vágyaik vannak. Bárcsak ez az Istenség legfelsőbb személyisége, aki végtelenül kegyes, megáldana engem azzal, hogy kiment a veszedelemből és megszabadít a materialista életmódtól. A tiszta bakták, akik semmi másra nem vágynak, mint hogy az Urat szolgálhassák, tökéletesen meghódolva imádják őt. Örökké rendkívül csodálatos és áldásos tetteiről hallanak és beszélnek, és mindig a transzcendentális gyönyör óceánjába merülnek. Az ilyen bakták sohasem kérnek az Úrtól semmilyen áldást. Én azonban most veszélyben vagyok, és ezért ehhez az Istenség legfelsőbb személyiségéhez imádkozom, aki örökké létezik, aki láthatatlan, aki valamennyi nagy személyiség, köztük Brahmá ura, és akit egyedül a transzcendentális bhakti jogával lehet elérni. Az Úr rendkívül finom, ezért túl van az érzékeim felfogó képességén, és transzcendentálisan minden külső megvalósítás fölött áll. Határtalan ő az eredeti ok, és mindennel teljes mértékben rendelkezik. Hódolatomat ajánlom neki. Az Istenség legfelsőbb személyisége megteremti parányi szerves részeit, a dzsíva tatvát, az Úr Brahmával, a félistenekkel és a védikus tudás kiterjedéseivel, a száma, rig, jajur és atarva védával kezdődően. Az összes többi mozgó és mozdulatlan, különféle elnevezésű és eltérő jellemzőkkel rendelkező élőlénnyel együtt. Ahogyan a tűz szikrái vagy a nap ragyogó sugarai áradnak ki a forrásukból, majd újra és újra e forrásba merülnek, úgy az elme, az értelem, az érzékek, a durva és finom anyagi testek és a természet különféle kötőreinek folytonos átalakulásai mind az Úrból áradnak ki, és aztán ismét az Úrból vadnak. Ő nem félisten vagy démon, nem ember, madár vagy vadállat. Nem férfi és nem nő, nem semleges nemű és nem állat. Ő nem egy anyagi tulajdonság, egy gyümölcsöző tett, egy megnyilvánulás vagy egy meg nem nyilvánulás. Ő a nem ez, nem az megkülönböztetésben az utolsó szó és határtalan. Minden dicsőséget az Istenség legfelsőbb személyiségének. Nem kívánok tovább élni, ha megmenekültem a krokodil támadásától. Mi azna egy elefánt testnek, amit belülről és kívülről tudatlanság fed? Egyedül arra vágyom, hogy örökre megszabaduljak a tudatlanság burkától, melyet nem pusztít el az idő befolyása. Most teljes szívemből arra vágyva, hogy megszabaduljak az anyagi élettől, tiszteletteljes hódolatomat ajánlom annak a legfelsőbb személynek, aki az univerzum teremtője, aki maga az univerzum teste, és aki mégis transzcendentálisan a kozmikus megnyilvánulás fölött áll. Ő a világon minden dolog legfelsőbb ismerője, az univerzum felső lelke, s ő a megszületetlen, legfelsőbb helyzetben lévő Úr. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom neki. Tiszteletes hódolatomat ajánlom a legfelsőbbnek, a felső léleknek, minden misztikus jóga mesterének, akit a tökéletes misztikusok a szívük mélyén látnak, amikor a bhakti jóga végzésének hatására tökéletesen megtisztulnak, s megszabadulnak a gyümölcsöző tettek visszahatásaitól. Uram, te vagy az irányítója annak a félelmetes erőnek, mely a háromféle energiában rejlik. Minden érzéki boldogság kútfejeként és a meghódolt lelkek védelmezőjeként jelensz meg. Korlátlan energiával rendelkezel, ám azok, akik képtelenek irányítani az érzékeiket, nem közelíthetnek meg téged. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom neked. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az Istenség legfelsőbb személyiségének, akinek illuzórikus energiája úgy hat a dzsívára, aki Isten szerves része, hogy a dzsíva a testi életfelfogás következtében megfeledkezik valódi kilétéről. Az Istenség legfelsőbb személyiségénél keresek oltalmat, akinek dicsőségét rendkívül nehéz megérteni. Sri Sukadev Goszvámi folytatta. Amikor az elefántok királya a legfelsőbb tekintélyről beszélt, úgy, hogy nem egy adott személyről tett említést,
nem a félisteneket hívta, akiknek az élén az Úr Brahma, az Úr Shiva, Indra és Chandra álltak. Így aztán egyikük sem jelent meg előtte. Mivel azonban az Úr Hari a felső lélek, Purusottama az istenség személyisége, ő megjelent Gajendra előtt. Miután az istenség legfelsőbb személyisége, Hari, aki mindenhol jelen van, megértette, milyen nehéz helyzetben van Gajendra, aki imáival fordult hozzá, megjelent a félistenekkel együtt, akik szintén hozzá imádkoztak. Csakrájával és többi fegyverével a kezében érkezett hordozója, Garuda hátán, olyan sebesen, ahogyan csak kívánta. Így lépett Gajendra elé. Gajendrát a krokodil hatalmas erővel ragadta meg a vízben, és az elefántok királya heves fájdalmat érzett. Amikor azonban meglátta, hogy Nárayán a csakráját pörgetve közeledik az égen Garuda hátán, azonnal egy lótuszvilágot vett az ormányába, és nagy nehezen, mert szenvedett, így szólt. Ó, Uram Nárayán, univerzum ura, ó, istenség legfelsőbb személyisége, tiszteletteljes hódolatomat ajánlom neked. Amikor látta, milyen elkeserítő helyzetben van Gajendra, a megszületetlen istenség legfelsőbb személyisége, Hari indokolatlan kegyéből azonnal leszállt Garuda hátáról, és az elefántok királyát a krokodillal együtt kihúzta a vízből. Aztán valamennyi félisten jelenlétében, akik csak nézték őt, csakrájával leválasztotta a krokodil száját a testéről, és így megmentette Gajendrát, az elefántok királyát. Hát lehet, hogy ez három részletben lesz megfelolvasva. Nyolcadik ének harmadik fejezet Gajendra meghódoló imái. Első vers. Sri Sukadev Goszvámi folytatta. Az elefántok királya, Gajendra ezután tökéletes értelmével elméjét a szívére összpontosította, és elmondott egy mantrát, melyet előző életében tanult, amikor Indra Yumna volt, s amelyre Krishna kegyéből még mindig emlékezett. Magyarázat. Erről az emlékezésről a Bhagavad Gita 6.43.44 a következőképpen ír. Hát itt van egy hosszabb szanszkrit szöveg, ezt most nem olvasom föl. Ezek a versek biztosítanak bennünket arról, hogyha valaki odaadó szolgálatát végez, ám elbukik, akkor nem süllyed alacsonyabb szintre, hanem olyan helyzetbe kerül, hogy idővel emlékezni fog az istenség legfelsőbb személyiségére. Ahogyan a későbbiekben megtudjuk, Gajendra valaha Indra Yumna király volt, aki következő életében az elefántok királya lett. Gajendra most veszélyben forgott, és annak ellenére, hogy teste nem emberi test volt, visszaemlékezett arra a stotrára, melyet előző életében énekelt. Yatate cha tato buya samsidau kuru nandana. Krishna annak érdekében, hogy elérhessük a tökéletességet, megadja a lehetőséget, hogy újra emlékezzünk rá. Ez bizonyítja ez a vers, mert noha az elefántok királya Gajendra veszélyben forgott, ez egy lehetőség volt számára, hogy visszaemlékezzen korábbi odaadó cselekedeteire, s hogy így az istenség legfelsőbb személyisége azonnal megmenthesse. Nagyon fontos tehát, hogy minden Krishna tudatos bakta gyakoroljon valamilyen mantrát. A Hare Krishna mantrát, ami a Maha mantra, azaz a nagy mantra, mindenképpen vibrálnunk kell, de ezen kívül énekelnünk kell a Chintanami Prakara Sadmasu mantrát, vagy a Nisimha stotrát is, Ito Nisimha Parato Nisimho Yato Yato Yamitato Nisimha. Minden baktának gyakorolnia kell, hogy képes legyen valamilyen mantrát tökéletesen vibrálni még akkor is, ha ebben az életében nem ért el tökéletességet a lelki tudatban, mert így következő életében nem fogja majd elfelejteni a Krishna tudatot még akkor sem, ha állat lesz. Természetesen igyekeznie kell tökéletesíteni a Krishna tudatát ebben az életében, mert csupán amiatt, hogy megérti Krishnát és tanításait, teste elhagyása után hazatérhet vissza Istenhez. A Krishna tudat gyakorlása sohasem hiába való, még akkor sem, ha valaki visszaesik.
Ajám Illa például gyermekként apja utasítására Nárayán nevét énekelte, azonban későbbi fiúkorában elbukott, és részeges nőcsábász gazember, rabló és tolvaj lett belőle. Amiatt azonban, hogy fiát szólítva, akit Nárayánnak nevezette, Nárayán nevét énekelte, fejlődött annak ellenére, hogy bűnt bűn után követett el. Semmilyen körülmények között se felejtsük el tehát énekelni a Hare Krishna mantrát. Ez segít majd nekünk a legnagyobb veszedelemben is, ahogyan azt Gajendra életében láthatjuk. Második vers. Gajendra, az elefántok királya így szólt. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom a legfelsőbb személynek, Vasudevának. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ő miatta működik a lélek jelenlétének köszönhetően, ez az anyagi test, és ezért ő mindenki gyökere. Olyan kiváló személyiségek imádják, mint Brahma és Shiva, és jelen van minden élőlény szívében. Hadd meditáljak ő rajta. Magyarázat. Ebben a versben az étács, csid, átmakám szavak nagyon fontosak. Kétségtelen, hogy az anyagi test anyagi elemekből áll. Amikor azonban valakiben felébred a Krisna tudatos megértés, teste többé már nem anyagi, hanem lelki. Az anyagi test az érzékkielégítés szolgálja, míg a lelki test az úr transzcendentális szerető szolgálatát végzi. Egy olyan baktára tehát, aki a legfelsőbb úr szolgálatába merül, és állandóan rágondol, soha se tekintsünk úgy, mintha anyagi testtel rendelkezne. Az írások kijelentik. Gurusu Naramati. Meg kell szabadulnunk attól a felfogástól, miszerint a lelki tanítómester egy anyagi testtel rendelkező, közönséges emberi lény. Ácsje Vishnau Sila Dih. Mindenki tudja, hogy a Murti a templomban kőből van, de sértés azt gondolni, hogy nem több puszta kőnél. Éppen így, az is sértés, ha valaki azt gondolja, hogy a lelki tanítómester teste anyagi összetevőkből áll. Az ateisták azt hiszik, hogy a bakták ostobán egy kőszobrot imádnak istenként, és egy közönséges embert imádnak, mint gurut. A valóság azonban az, hogy Krisna mindenható hatalma kegyéből a Murti úgynevezett kőszobra, maga az istenség legfelsőbb személyisége. A lelki tanítómester teste pedig közvetlenül lelkitest. Tudnunk kell, hogy a tiszta odaadó szolgálatot végző tiszta bakta transzcendentális szinten áll. Szágúnán szamátit iáitán Brahma bútaja kálpaté. Ajánljuk ezért hódolatunkat az istenség legfelsőbb személyiségének, akinek a kegyéből az úgynevezett anyagi dolgok szintén lelkivé válnak, ha lelki cselekedetekben használjuk őket. Az ómkára, pranava, az istenség legfelsőbb személyisége szimbolikus hangképviselője. Om Tat Sad Iti Nirdésó Brahmanas Tri Vitha Smrita. A három szó, Om Tat Sat, azonnal megidézi a legfelsőbb szemét. Ezért mondja Krishna, hogy ő az ómkára minden védikus mantrában. Pranava Sarva Vedesu. A védikus mantrák éneklését az ómkárával kezdik, hogy azonnal az istenség legfelsőbb személyiségére utaljanak. A Srimad Bhagavatam például az Om Namo Bhagavati Vasudevaya szavakkal kezdődik. Nincs különbség az istenség legfelsőbb személyisége, Vasudeva és az ómkára, pranava között. Alaposan meg kell értenünk, hogy az ómkára nem valamiféle nidákára, alak nélküli dologra utal. Sőt, ez a vers azonnal kijelenti, Om Namo Bhagavate. Bhagaván egy személy, és így az ómkára a legfelsőbb személy képviseli. Az ómkára nem személytelen, ahogyan a májavádi filozófusok gondolják. Ezt határozottan kifejezi ebben a versben a purusája szó. Az omkárával megszólított legfelsőbb igazság purusa, a legfelsőbb személy, ő nem személytelen. Ha nem lenne személy, hogyan lenne képes irányítani az univerzum nagy, rettenthetetlen irányítóit? Az Úr Vishnu, az Úr Brahma és az Úr Shiva az univerzum legfelsőbb irányítói, de az Úr Vishnunak még ők is a hódolatukat ajánlják. Ezért használja ez a vers a párésjájá szót, amely arra utal, hogy az istenség legfelső személyiségét a kiváló félistenek imádják. A párésjájá jelentése Parameshvara. Az Úr Brahma és az Úr Shiva isvarák, hatalmas irányítók, de az Úr Vishnu Parameshvara,
A legfelsőbb irányító. Harmadik vers. A legfelsőbb istenség, a legfelsőbb sík, amelyen minden nyugszik, az összetevő, amelyből minden létrejött, valamint az a személy, aki megteremtette a kozmikus megnyilvánlást, s aki annak egyetlen oka. Ennek ellenére azonban különbözik az októl és az okozattól. Meghódolok neki, az istenség legfelsőbb személyiségének, aki minden tekintetben önellátó. Magyarázat. A Bhagavad Gita-ban 9.4 az Úr azt mondja, Maya tatam idam sarvam jagad avyakta murtina. Én vagyok az istenség legfelsőbb személyisége, de minden az én energiámon nyugszik, ahogyan az agyagedény áll a földön. Az a hely, amin az agyagedény nyugszik, szintén agyag. Az agyagedényt aztán egy fazekas készíti el, akinek a teste a föld terméke. A fazekas korongja, amelynek a segítségével az edény elkészül, a föld kiterjedése, s azok az összetevők, amelyekből az edény áll, szintén földből vannak. Ahogy a Shruti mantra megerősíti, Yatova imani bhutani jayante yena jatani jivanti yat prayanti abhisham vishanti. Minden dolog eredeti oka az istenség legfelsőbb személyisége, és miután minden megsemmisül, minden belehatol. Prakritim yanti mamikam. A legfelsőbb úr, az istenség személyisége, az Úr Rámacsandra vagy az Úr Krishna, tehát mindennek az eredeti oka. Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarvakarana Karanam. Krishna, akit Govindaként ismernek, a legfelsőbb irányító, örökkévaló, gyönyörteli, lelki testtel rendelkezik. Ő mindennek az eredete, neki azonban nincsen eredete, mert ő minden ok, elsődleges oka. Brahma Samhita 5.1. Az Úr mindennek az oka, ám neki nincs oka. Sarvam kalvidam Brahma, matstani sarva bhutani na chaham tesvastitah. Ő minden személyisége, még ő minden személyisége mégis különbözik a kozmikus megnyilvánulástól. Negyedik vers. Az istenség legfelsőbb személyisége saját energiájának kiterjesztésével láthatóvá, majd ismét láthatatlanná teszi ezt a kozmikus megnyilvánulást. Ő a legfelsőbb ok és a legfelsőbb eredmény is egyben, a megfigyelő és a szemtanú minden körülmények között, és így transzcendentálisan mindenek fölött áll. Bárcsak ez az istenség legfelsőbb személyisége megvédelmezne. Magyarázat. Az istenség legfelsőbb személyiségének számtalan energiája van. Parasya Shaktir Vividhaiva Shuyate. Éppen ezért, amint kedve tartja, használja az egyik energiáját, és a kiterjedés révén megteremti ezt a kozmikus megnyilvánulást. Majd miután ez a kozmikus megnyilvánulás megsemmisül, újra benne foglal helyet. Ennek ellenére azonban ő a legfelsőbb, csalhatatlan megfigyelő. A legfelsőbb úr minden körülmények között változatlan. Pusztán szemtanú ő, és távol marad minden teremtéstől és megsemmisüléstől. Ötödik vers. Az idő múlásával, amikor az univerzum minden oki és okozati megnyilvánulása megsemmisül, köztük a bolygók, valamint azok irányítói is, mindenre sűrű sötétség borul. E sötétségen túl azonban az istenség legfelsőbb személyisége van. Az ő lótuszlábának oltalmába ajánlom magam. Magyarázat. A védák mantráiból megtudhatjuk, hogy az istenség legfelsőbb személyisége mindenek felett áll. Ő a legfelsőbb, aki minden félisten felett áll, beleértve az Úr Brahmát és az Úr Sívát is. Ő a legfelsőbb irányító. Amikor energiájának hatására minden eltűnik, a világ mindenségre sűrű sötétség borul. A legfelsőbb úr azonban maga a napfény, ahogyan azt a védikus mantrák is megerősítik, Aditya Varnam Tamasa Parastat. Mindennapi tapasztalatunk, hogy amikor mi a Földön éjszaka sötétségében vagyunk, a nap mindig ragyog valahol az égen. Éppen így az istenség legfelsőbb személyisége. A legfelsőbb nap is mindig ragyog, még akkor is, amikor a megfelelő idő elérkeztével az egész kozmikus megnyilvánulás megsemmisül. Hatodik vers. A vonzó jelmezbe bújt művészt, aki változatos mozdulatokkal táncol a színpadon, a közönség nem ismeri fel. Éppen így a legfelsőbb művész cselekedeteit és vonásait sem értik meg még a félistenek, vagy a nagy bölcsek sem. Azokról az emberekről nem is beszélve, akik éppen olyan ostobák, mint az állatok.
sem a félistenek és a bölcsek, sem az ostobák nem érthetik meg az Úr sajátságait, és nem képesek arra sem, hogy valódi helyzetét szavakkal kifejezzék. Bárcsak ez az istenség legfelsőbb személyisége megvédelmezne. Magyarázat. Hasonló felfogásról árulkodnak Kunti Dévi szavai is. Az istenség legfelsőbb személyisége mindenhol, belül és kívül egyaránt létezik, és még a szívben is jelen van. Sarvasya Chaham Hridi Sannivishto Ishvara Sarva Bhutanam Hridese Arjuna Tisztati. Ezek a sorok arra utalnak, hogy a legfelsőbb urat ott találjuk a szívünkben. Számtalan jógi igyekszik megtalálni őt. Dhyana Vastita Tad Gatena Manasa Prasyanti Yam Yogina. Ám még a nagy jógik, félistenek, szentek és bölcsek sem képesek megérteni a hatalmas művész testi jellemzőit, és ugyanígy képtelenek arra is, hogy mozdulatainak jelentését megértsék. Mit mondhatnánk akkor az olyan közönséges spekulálókról, mint ennek az anyagi világnak az állítólagos filozófusai? Számukra lehetetlen, hogy megértsék az urat. Éppen ezért el kell fogadnunk a legfelsőbb kijelentéseit, melyeket akkor hagy hátra, amikor kegyesen alászáll, hogy tanítson bennünket. Nem kell más tennünk, mint megfogadnunk az Úr Rámacsandra, az Úr Krisna és az Úr Sri Chaitanya Mahaprabhu szavait, s követnünk kell a nyomdokaikat. Így megérthetjük, miért szálltak alá inkarnációként. Janma karma cha me divyam evam yovetti tatvata tyaktva deham punar janma naitimam eti so arjuna. Bhagavad Gita 4.9. Ha az Úr kegyéből valaki képes megérteni az Urat, azonnal felszabadul, még ebben az anyagi testében. Anyagi testének többé nem lesz semmilyen szerepe, és minden tette, amit a testével végrehajt, Krisna tudatos tett lesz. Így feladhatja testét, és hazatérhet vissza Istenhez. 7. vers. A lemondásban élők és a nagy bölcsek, akik minden élőlényt egyenlőnek tekintenek, akik mindenkivel barátságosan bánnak, és akik az erdőben álhatatosan követik a brahmacsária, a vánaprasta és a szannyásza fogadalmát, az istenség legfelsőbb személyisége legáldásosabb lótuszlábát akarják látni. Bárcsak ugyanez az istenség legfelsőbb személyisége állna utam végén. Magyarázat. Ez a vers a bakták vagy a lelki tudat rendkívül emelkedett szintjén álló személyiségek tulajdonságait írja le. A bakták mindig egyenlően bánnak mindenkivel, mert nem látnak semmilyen különbséget az alacsonyabb és a magasabb rendű élő lények között. A panditák szamad darsinah. Mindenkit szellemi léleknek, a legfelsőbb úr szerves részének látnak, és így alkalmasak arra, hogy az istenség legfelsőbb személyisége után kutassanak. Megértették, hogy az istenség legfelsőbb személyisége minden élőlény barátja. Suridam sarvabhutanam. Ezért a legfelsőbb úr nevében mindenkivel barátságosak. Nem tesznek különbséget az egyik nemzet és a másik, az egyik közösség és a másik között, s mindenhol a Krisna tudatot, a Bhagavad Gita tanításait prédikálják. Ez képessé teszi őket arra, hogy megpillanthassák az Úr lótuszlábát. Az ilyen Krisna tudatos prédikátorokat paramahamszáknak hívják, s ahogyan arra a Vimukta Sangha szó utal, az anyagi feltételek a legkevésbé sem befolyásolják őket. Annak érdekében, hogy meglássuk az istenség legfelsőbb személyiségét, egy ilyen baktánál kell menedéket keresnünk. 8. és 9. vers. Az istenség legfelsőbb személyisége nem anyagi úton született. Tettei, neve, formája, tulajdonságai nem anyagiak. És nincsenek anyagi hibái sem. Hogy beteljesítse azt a célt, amiért ez az anyagi világ létrejön és elpusztul, eredeti energiáján keresztül alászáll emberi lény formájában, mint az Úr Ráma vagy az Úr Krisna. Mérhetetlen energiával rendelkezik és különféle formáiban, amelyek mind mentesek az anyagi szennyeződéstől, csodálatosan cselekszik. Ő ezért a legfelsőbb Brahman, és én tiszteletemet ajánlom neki. Magyarázat. A Vishnu Purana elmondja, Gunams cha dosams cha mune vayatita samasta kayana gunatmako hi. Az istenség legfelsőbb személyiségének nincs anyagi formája, nincsenek anyagi tulajdonságai vagy hibái. Ő lelki, és minden lelki tulajdonság egyetlen tárháza.
Ahogyan az Istenség legfelsőbb személyisége a Bhagavad Gita-ban 4-8 kijelenti, Paritranaya Sadunam Vinashyacha Duskritam, az Úr tettei, melyek során megmenti a baktáit és elpusztítja a démonokat, transzcendentálisak. Akit az Istenség legfelsőbb személyisége megöl, az ugyanazt az eredményt éri el, mint a bakta, akit az Úr megvédelmez. Mindketten transzcendentális síkra emelkednek. Az egyetlen különbség az, hogy a bakta egyenesen a lelki bolygókra kerül, és ott a legfelsőbb Úr társává válik, még a démon Brahmalókára, az Úr személytelen ragyogásába jut. De mindketten transzcendentális szintre emelkednek. Amikor az Úr démonokat öl, vagy semmisít meg, az nem egészen olyan, mint amikor az anyagi világban pusztít el valaki egy élőlényt. Noha látszólag az anyagi természet kötőerőin belül cselekszik, ő Nirguna, azaz a természet kötőerői fölött áll. A neve nem anyagi. Máskülönben hogyan érhetnénk el a felszabadulást a Hare Krishna Hare Rama éneklésével? Az Úr nevei, a Ráma és a Krishna nem különböznek Ráma és Krishna személyétől. Ezért a Hare Krishna mantra éneklésével mindig Rámával és Krishnával, az Istenség legfelsőbb személyiségével társulunk, és így felszabadulunk. Jó példa erre Ajamila, aki mindig transzcendentálisan a tettei fölött állt pusztán, amiatt, hogy Nárayan nevét énekelte. Ha ez Ajamila esetében így volt, mit mondhatnánk a legfelsőbb Úrról? Amikor az Úr eljön az anyagi világba, nem válik az anyag termékévé. Ezt a Bhagavad Gita számtalan helyen megerősíti. Janmakarmacame divyam avajananti mam mutham manushim tanum ashritam. Amikor tehát az Istenség legfelsőbb személyisége, Ráma vagy Krishna, alászáll, hogy a mi érdekünkben transzcendentális tetteket hajtson végre, nem szabad őt közönséges emberi lénynek tekintenünk. Amikor az Úr eljön, azt lelki energiája révén teszi, Sambhavani Atmamaya Mayaya. Mivel nem az anyagi energia kényszeríti arra, hogy megjelenjen, örökké transzcendentális. Nem szabad a legfelsőbb Urat közönséges emberi lénynek tekintenünk. Az anyagi nevek és formák szennyezettek, de a lelki név és a lelki forma transzcendentális. 10. vers. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az Istenség legfelsőbb személyiségének, az önragyogó felső léleknek, aki szemtanúként van jelen mindenki szívében, aki világosságot gyújt az egyéni lélekben, és akit az elme, a szavak vagy a tudat gyakorlatai révén lehetetlen elérni. Magyarázat. Az Istenség legfelsőbb személyiségét, Krisnát az egyéni lélek nem értheti meg elmebeli, fizikai vagy intellektuális gyakorlatok segítségével. Az egyéni lélek az Istenség legfelsőbb személyisége kegyéből világosodik meg, ezért ez a vers az Urat Atma Pradipának nevezi. Az Úr olyan, mint a nap, amely mindent megvilágít, és amelyet nem világíthat meg senki. Ezért, ha valakinek komoly szándéka van, hogy megérti a legfelsőbbet, tőle kell megvilágosodást nyernie, ahogyan ezt a Bhagavad Gita tanítja. Mentális, fizikai vagy intellektuális képességeinkkel nem érthetjük meg az Istenség legfelsőbb személyiségét. A 11. verstől fogjuk következő alkalommal folytatni. Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupád Ki Jai, Jainitai Góra Prémanandé, Hari Hari Bol. Góra Bhakta Vrinda Ki Jai, köszönöm, hogy meghallgattál, Hare Krishna, Hari Hari Bol.